Bújék. Neked is. Arról kéne beszélnünk, hogy fogunk-e arról beszélni, hogy volt-e értelme ennek a filmnek a remake-ét megcsinálni. Hogy tudnélik ez a Bújék című magyar film egy Paolo Genovese teljesen idegenek című filmnek a remake-je? Én tulajdonképpen egyszer igazán azt szeretném megérteni, kevés kivételtől eltekintve, mi értelme van ennek a fajta remake-nek, amikor kvázi egy filmet úgy, ahogy van, behelyettesítik a színészeket, mondjuk itt nem csak ennyi történt, és leforgatják ott. Vajon nincsenek ötletek, saját ötletek? Meg kellett csinálni ennek a Genovese filmnek a remake-jét, aminél, hát akik láttuk az eredetit, valószínűleg mást gondolunk róla, mint akik nem láttátok. Miért nem tesszük fel ugyanezt a kérdést a terápiánál? Én ezen gondolkodtam. Vagy az aranyéletnél. Vagy az aranyéletnél. Azért, mert valószínűleg, egyrészt föltehetnénk, másrészt valószínűleg azokat teljesen átírták. Jut eszembe, igen, a következő kérdés az, kitettük a telefonokat, hogy megmernénk-e ezt csinálni. Igen, azt mondja, hogy eladták az olaszok a jogokat, ennyi az egész, írja Jászai Tamás. Vedd fel. Nem. Nekem nagyon tetszett, meglepő, hogy mennyire tetszett, én kritikusabb szoktam lenni a magyar vígjáték terméssel kapcsolatban. Ez egy nagyon jó patent. Tehát, hogy ez egy nagy találmány volt, ahogy annak idején a Fedó idején az, hogy és akkor az ágy beforog, és ezt megcsinálták 500 bohózatban. Ugyanez, hogy milyen SMS-ek jönnek, milyen üzenetek jönnek egy telefonra, mit szólnak ahhoz az emberek, hogyha egymáséba belelátnak. Ez egy olyan ötlet, amit nyilván ahhoz képest, hogy milyen banális, elég meglepő, hogy éppenséggel abban a filmben jött elő, és ugye ezt meg akarták csinálni 8, és aztán szerintem még 10, 15, 20, 30 más változatban. Ez egy elég kézenfekvő dolog. Jött egy üzenetem. Neked is. Meg ennek a műfaj a kamaradráma, ami igazán a színészektől működik, meg persze a banális szituktól, ahogy Feri mondja, üzeni nekünk Jászai Tamás. Az eredeti olasz filmnél ott nyár közepén játszódik, és ott lehet egy olyan érzésünk, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen Szent Ivánéi, vagy azt hiszem, hogy egy valami holdfogyatkozásos dolog van. Igen. És annak van egy kicsit szimbolikus jelentősége abban az értelemben, hogy és hát akkor most az eredetiről spoilerezhetünk. Ugye ott a végén az történik, hogy az összes szereplő, a párok megjelennek a ház előtt, hazaindulnak, mintha mi se történt volna, tehát az az érzésünk van, hogy ez az egész történés csak a mi fantáziánkban, a mi képzeletünkben, illetve az övékében zajlott le. Minden megy ugyanúgy tovább, mint annak előtte. Mindenki szépen és kényelmesen benne ragad abban a hazugságban, amiben éltek, vagy abban az álszentségben és ki nem mondásban, amiben korábban léteztek, és boldogan és békességben hazaballagnak. Most ez a magyar filmben nem így van. Nem, és valóban a végét egy kicsit túlzásnak éreztem, mert az én ízlésemnek azt hiszem sok ez a fajta lezártság, meg ezek a nagy drámai kivonulások, amik végül is az összes szituációt lezárják a filmben. Igen, túl van drámázva egy kicsit. A Bújékban semmi nem marad rejtve, nincs sejtetés, nincs az a fajta elegáns sejtetés, mint az eredeti filmben. Minden azon nyomban ki van mondva, és bele van tolva az arcunk. Ráadásul ez a minden, ennek a 98% az, hogy ki kivel hogy dug félre. Tehát, persze, hogy a párkapcsolati problémáknak, mintha ez lenne az egyetlen fajtája. Mondhatjuk, hogy ez egy felülreprezentált téma, bár esetről esetre változik, hogy kinél mekkora ez a szint. Mindjárt kaptok még egy SMS-t szerintem. De ennél szerintem fontosabb az, hogy ezt a tematikát, tehát hogy ezt hitelesen körül lehet járni. Tehát, hogy hazugság lenne azt mondani, hogy ez nem olyan téma, ami az embereket igen nagy mértékben érdekli. Akarom a tested. Na, kezdődik. Mi az, hogy akarom a tested? Nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? Ki írta ezt? Megint ez a Niki?
Dehogy is, hát látod, hogy ismeretlen szám. De miért érne itt egy ismeretlen? Ki ez? Esküszöm, nem tudom, fogalmam sincse. Vedd fel! Azt kérdezi valaki kívülről, hogy a színészekről sosem fogtok beszélni? Sikerült egy olyan együttest összehozni, akiknek a kémiája működik ebben a filmben. Számomra egy ponton kevésbé működik, én Törőcsik Franciska figuráját, ugye a megírtsága is halványabb, és maga Törőcsik Franciska is szerintem kilóg, nem csak a baráti társaságból, ebből a színészi együttesből valamelyest szerintem nyegír, de olyan remek alakításokat látunk benne, és olyan képernyős kapacitásokat, vagy filmvászon kapacitásokat, mint az általam már emlegetett Mészáros Béla, ugye ebben a ugye bánatos kutyaszem tekintetben ebben nagy kapacitás elég, ebből kihozható tévében is, filmen is valami több. Amit pedig Elek Ferenc nyújt, az egész egyszerűen olyan elemi hitel árad a létezéséből, hogy vele tényleg bejön a valóság ebbe az egyébként roppant steril történet. Itt még a lépcsőház is olyan, a lépcsőházban oda van rakva a szemetes közvetlenül az ajtó mellé. Én nemhogy egy olyan lakásban szeretnék élni, mint amilyenben a Bujék játszódik. Tulajdonképpen én beköltöznék abba a lépcsőházba. Jó volt látni, nagyon jó volt látni Hevér Gábort, és nagyon jó volt az is, akiket ezúttal nem láttunk a filmben. Tehát, hogy nem csak ezek az agyonfilmezett, agyonjátszott színészek az első kézenfekvő szereposztás volt benne. Jó volt látni Bata Évát, Mészáros persze nagyon, tényleg nagyon jó volt. Úgyhogy persze a színészek nem tehetnek semmiről, ők egy jobb forgatókönyvet is el tudtak volna játszani. Tulajdonképpen ez olyan, mint egy klasszikus Agatha Christie krimi. Egy helyszínes, mindenki kevés ott szereplő. Ül az asztal körül, mindenki érintve van valamilyen módon, természetesen nincs. Mindenhol van a csontvázak a szekrénybe, valami módon mindenki sáros, mindenki hunyó, tény és való, hulla nincs, szerencsére. Igen. Amúgy ez még tök érdekes dolog szerintem, hogy egyrészt, amikor megnéztem a film trélerét, akkor azt gondoltam, hogy ez egy baromi vontatott kamaradráma lesz. És ez nem egy vontatott kamaradráma, nem. Hanem egy tök pörgős kamaradráma, és de pont ettől, hogy ilyen iszonyatosan gyors a ritmusa, tulajdonképpen helyenként abszurdba fordul ez a kis realista cselekmény, mert hogy nincs idő feldolgozni az előző információt, valahogy már jön rá a következő, és ettől kicsit elválik ettől a realista talajtól. Hát hiszen ez alapvetően mondom egy bohózat patent. Hiszen a dologban ezzel együtt... Nem megy át bohózat. Nem, hiszen ennél drámai igényeket akar támasztani.